Az EBSZ szerint a választásokat a rendelkezésre álló anyagi erőforrások és a média túlsúly határozták meg, aláásva a jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versengjenek. A szervezet volt médiabiztosa Haraszti Miklós korában úgy vélte, Orbán negyedik győzelme megnyitná az utat egy elnöki köztársaság felé. Gulyás Gergely úgy véli, megállapításaival az EBSZ túllépett a hatáskörén. Orbán Viktor le is söpörte a nemzetközi szervezet aggályait és gyorsan közölte, a kormány megbízatása lejárt, egy új struktúra és új kabinet jön létre, új szereplőkkel. Haraszti Miklós a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, mit szól ehhez a sok-sok-sok kérdőjelhez és kérdőmondathoz, amit a választás éjszakáján tettek fel az állampolgárok? Szerintem ön is számtalan olyan emberrel találkozott már, aki ezt nem érti, azt nem érti, azt nem érti, hogy mi történt. Hát, érdekes volt, hogy Pál Filon a rivális RTL klub adásában rögtön a választás után tulajdonképpen kárhoztatta a kormányt, hogy ezt a vagy a uralkodó koalíciót, hogy azt a rengeteg javaslatot, amit ők tettek, éppen ezeknek az anomáliáknak nem fogadták el. De én azt gondolom, hogy a döntő kérdés az, hogy benne van-e ezekben az anomáliákban a mindent eldöntő szerintem legfontosabb kérdés, hogy a kétharmad megvan-e. Én a kétharmad megdöntését tartottam mindig is csupán reálisnak, minden mást, hogy mondjam, képzelgésnek tartottam, viszont azt abszolút döntőnek tartottam, és ezt elég részletesen előadtam, mi minden múlik azon, hogy a kétharmad ne legyen meg. Röviden összefoglalva, az illiberális autokratikus uralom organikus kimúlásának az előfeltétele lett volna, hogy ne legyen meg a kétharmad. Organikus kimúlás? Szemben az igazavaros. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a korrupciójába így is, úgy is előbb-utóbb belefulladó kormány, amikor nem tud kézből rendelkezni és bármit elintézni a kétharmadával, akkor szembe kell nézni egy egyharmadnál erősebb és már összedolgozó parlamenti ellenzékkel, nincs napirendi diktatúra, és ennek következtében föl tudnak nőni a társadalmi erők, és marad politikai élet az országban. És ez múlott. Tehát amennyiben ezekben az anomáliákban benne van a kétharmad visszaszorulásának a lehetősége, akkor fontos ezekkel foglalkozni, de azt gondolni, hogy szerintem fölösleges, hogy országosan szervezett, vagy központilag szervezett csalás lett volna. Én most jövök Türkmenisztánból, ahol az EBSZ választási misszióját vezettem, és látom, hogy megdöbbentő módon az első szinten a szavazatszámlálás szintjén történik az alapvető csalás. Ki van adva nekik, hogy az egyébként teljesen ugyanazt az elnök programját támogató három mesterséges párt közül melyiknek kell győznie, ebben a tekintetben nem hasonlítunk, és utána azok elintézik, hogy ez kétszer annyi legyen. Pedagógusok, municipális dolgozók egyszerűen be vannak vonva a rendszer játékába, azért ebben a tekintetben nálunk... Ez teljesen ismeretlen tőlünk, igaza van. Nézzük azt, hogy mit látott az EBSZ a mi választásunkkal kapcsolatban, ami nyilván sokkal külön, mint a türkmenisztáni. A megállapításaival kapcsolatban, az EBSZ megállapításaival kapcsolatban, hát hogy is mondjam, azzal kapcsolatban is maradtak kételjeink. Tehát például megállapítják, hogy a kormány és a kormánypártok erőforrásai azok iszonyatosan nagyok voltak a többiekéhez képest, iszonyú aránytalanság jött ki az ellenzéki pártok rovására. De azt mondják, hogy a választás technikai lebonyolítása professzionális és átlátható volt, ez professzionális volt. Alapvető jogokat végső soron nem sértettek, vagy nem sérültek, alapvető jogom hozzájutni az információhoz, alapvető jogom, hogy nekem biztosítsák a nyugodt és normális szavazás lehetőséget, és ne kelljen 5 órán keresztül az utcán állnom, ezek a jogok nem sérültek. Lehet, hogy mégis Türkmenisztánban jártak. Picit szálazzuk ezt szét. Elsősorban azt, hogy az információhoz az állampolgárok nem jutottak hozzá, amely az én értelmezésemben egyébként nem csak azt teszi kérdésessé, hogy fel volt-e a szavazás, hanem azt is, hogy szabad volt-e. Azt expressis verbis, egy külön fejezetben, és az úgynevezett
vezetői összefoglalóban is tartalmazza az EBSZ úgynevezett előzetes jelentése, hiszen a végső jelentés, amelyben majd ezek a technikai anomáliák is bekerülhetnek, és módosíthatják a technikailag tökéletes kivitelről, vagy majdnem tökéletes kivitelről szóló megállapításokat, az még nem jelent meg. Külön hangsúlyoznám, én ugyan nem vagyok része ennek a mostani EBSZ missziónak, mint magyar, ebben nem is vehettem részt, annak ellenére, az hogy... ember, aki de látta az EBSZ-t. Igen, ez most csak hirtelen eszembe jutott, hogy egy lábjegyzetet köztes lapalyi jegyzeti emeljék elő, hogy nem én csináltam, ezt semmi közöm nem is lehet hozzá, mivel hogy magyar vagyok. Én vezettem most már 6 EBSZ missziót 2010 óta a legkülönbözőbb helyekre, Amerikai Egyesült Államoktól Tadzsikisztánig, és tavaly például Hollandiában, és azt kell mondanom, hogy nem olvassák az emberek elég gondosan ezt, amiért felelős természetesen az a nagyon jogi nyelvezet, amelyre rákényszerül az EBSZ azért, hogy nehogy ráfogják a kettős mérce vádját. Na de hadd mondjam, hogy igen, nagyon határozottan elítéli, azt tetszett mondani, hogy kormánynak és kormánypártoknak erősebb forrásaik voltak. Igen. Ez egy abszolút fontos megállapítás, hogy a kormány erőforrásait átjátszották az uralkodó pártnak. Ezzel az esélyegyenlőség megszűnt, és ez kimondja a jelentés. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, nem vehetjük egybe, azt mondja a jelentés a kormánynak, amely a demokrácia fönntartásáért is felelős egy választás idején, és a kormánypártnak, amely csak ideális esetben felelős a demokrácia fönntartásáért, a felelősségét. Tehát itt ezt nem érdemes egybe mosni. Nagyon kemény a jelentés. Mondok még egy nyelvi trükköt, amit érdemes olvasni, tudni. Azért, hogy nehogy véletlenül az elfogultság vágya éri ezeket a jelentéseket, tipikusan előre szokták venni azokat a megállapításokat, hogy technikailag oké, ám de. Ebben a jelentésben minden megfordul. Az ám de van elő. Azt mondja, hogy nem volt esélyegyenlőség. Azt mondja, hogy a választásokhoz szükséges, a szabad informálódáshoz szükséges jogok nem voltak biztosítva. Tehát ön azt mondja, utána jönnek hogy csak az EBSZ jelentése kemény kritikát fogalmazott meg a magyar választásokkal. Nagyon kemény. Ez egy nemzetközileg nagyon keménynek számító kritika. Az Európai Unióban unprecedented. Precedens nélküli. Következmény? Következmény azért nincs, de hát ezt is, hát ezt nehéz lenyelni mindenkinek, hogy nem bíróság, nincs jogi hatája, a nemzetközi együttműködésre képes, a nemzetközi együttműködés előnyeit élvezni akaró kormányok tudomásul veszik, a rekomendációkat, tehát a javaslatokat beforgatják a törvényhozásukba. Mondok egy példát. De hát itt a 2010-es megállapításokat se forgatták be. Úgy van. Fittyet hánytak rá, mondjuk ki magyarul. Most is az volt a reakció, hogy be akar avatkozni az EBSZ a magyarországi választásokba. És természetesen egy papagájkommandós szlogennel lemossák ezt a dolgot. De ez nem az EBSZ hibája, mert mondok egy példát. Hollandiában például tavaly márciusban vezettem a missziót, és egy nagyon komoly javaslat az volt, hogy szűnjön meg az a hihetetlen nagyságú szavazólap, amely technikailag lehetetlenné teszi a választást, és amely egyébként az itteni magyarországi picinke anomáliák közül felelős például azért, hogy miért van különbség a pártokra, a listákra való szavazás eredményei, és amit mi emberileg feltételezünk, a hasonló politikai ízléssel megoldott egyéni jelöltek. Azért, mert gigantikus. Azért, mert hatalmas. Na, és, hát, és a visszahív a kormány, uh-huh. és beszámol arról, hogy mit változtatott néhány hónapon belül. Magyar kormány valaha visszahívta az EBSZ-t? Szerintem soha. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.